Megbízható vállalkozásoknak adná a kormány a szerencsejáték koncessziót. A megbízhatóság kritériumait tartalmazó törvényjavaslat már a parlament előtt van. A kormány 10 koncessziót osztana ki, az ellenzék viszont újabb mutyiról beszél. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár korábban azt mondta, ő olyan világban hisz, ahol a szerencsejáték nem helyes dolog. Szokatlan sietséggel egy nap alatt fogadta el a parlament tavaly októberben a játékgépek betiltásáról szóló törvényt. Ha megkérdezik, én biztos, hogy tiltom és tiltani is fogom a gyerekeim számára. Nyilván a szülő korlátozott, mai világban korlátozott eszközeivel a szerencsejátékhoz való hozzáférést, és azt fogom mondani, hogy ez egy rossz dolog, mint ahogy nekem is ezt tanították, a legegyszerűbb kártyajátékokat illetően és a legkisebb téteket illetően is. Mi már csak ilyenek vagyunk, fideszesek és keresztény demokraták, hogy egy olyan világban hiszünk, ahol a szerencsejáték nem helyes dolog. Azóta kiderült, a döntés miatt 3 hónap alatt 3,2 milliárdos bevételtől esett el az állam. Ezért a kormány úgy döntött, mégis jöhetnek a kaszinók, csak már állami koncesszióban. Így évente kaszinónként 850 millió folyhat be a büdzsébe. Az erről szóló törvény már a parlament előtt van, az ellenzék újabb mutyiról beszél. Ahogy a trafikokat elosztották a haverok között a trafikmutyi keretében, ahogy az állami földeket elosztják a haverok között a földmutyi keretében, ugyanúgy ez a szerencsejáték törvény minden egyes fordulója a Fidesz szerencsejáték mutyinak a része. Az LMP szerint az állam elrablásának tipikus esete történik. Egyértelmű, hogy itt az oligarcha csoportoknak a saját érdekeivel kapcsolatban a pénzkijátszása folyik. Azt nagyon furcsálja az LMP, hogy miért nem a Szerencsejáték ZRT foglalkozik szerencsejáték üzemeltetéssel. Hiszen a Szerencsejáték ZRT profitjából ugyanúgy az adófizetők is profitálhatnak, hiszen ez egy állami vállalat. A törvényjavaslat részletezik, ki nyerhet koncessziót. Például az a vállalkozás, amely legalább 10 éve foglalkozik szerencsejátékkal, közterheket mindig időben befizette, nem volt számláján inkasszó, vagy nem volt 5 millió forintot meghaladó működését érintő bírsága. Ezzel az úgynevezett megbízható szerencsejáték szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a miniszter a szerződést. A Szerencsejáték Szövetség szerint sok régi vállalkozás nem felel majd meg a feltételeknek, mert sokan a játékgépek gyors betiltása miatt halmoztak fel adósságot.